Sziasztok, én Kaci vagyok, és ha nem túl őszinte a mosolyom, az azért van, mert még mindig csak 6 óra 23 perc van, és kint vagyok a Liszt Ferenc budapesti reptéren, ugyanis van szerencsém kiutazni most Londonba, ahol az új Total War játékot, a Total War Three Kingdoms-t fogom kipróbálni, meg beszélgetni egy kicsit a fejlesztőkkel, úgyhogy hát még nagyon korán van, egy olyan 2 órával ezelőtt keltem körülbelül. Ez egy ilyen rövid látogatás lesz, reggel megyünk, és este jövünk is vissza, valamikor éjszaka ilyen hajnali 1 körül fogunk visszaérkezni Budapestre, úgyhogy ez tényleg csak egy gyors túra lesz, játszunk pár órát a játékkal, meg megkérdezzük a fejlesztőket így másfél hónappal a megjelenés előtt, hogy mit terveznek, illetve hogyan is állnak a játékkal, úgyhogy gyertek, tartsatok velünk! Na, srácok, itt vagyunk a londoni sárd 33. emeletén, egy ilyen autentikus kínai étteremben, úgyhogy egy elég menő helyszínt választottak a srácok ez az eventhez, majd igyekszem képeket mutatni, bár nincs kifejezetten világos egyébként, hogy most is látjátok, tényleg ilyen még drámai a hangulat, úgyhogy megpróbálok valamit lőni, nem tudom, mennyi fog látszani a felvételeken, remélhetőleg. Kapunk egy 3 órát a játékkal, úgyhogy próbálgathatjuk egy kicsit a Three Kingdoms-ot, illetve interjúzunk is a fejlesztőkkel, úgyhogy ezt is olvashatjátok majd a következő GameStar-ban. Kíváncsian várom, hogy mit tud ez a játék, úgyhogy most megyünk és kipróbáljuk. Na, a srácok, este 8:30 van, így a végéhez közeledik a mai kis túra. Már itt vagyok a londoni Luton reptéren, ahonnan, hát, ha minden jól megy, akkor nagyon max egy órán belül indul haza a gépem, és valamikor hajnali 1 körül fogok leszállni Pesten. A barom izgalmas volt a mai event, tök jól beszélgettem fejlesztőkkel, megosztottak egy csomó érdekes dolgot a játékról, illetve hát, hogy a játékot is próbálkodhattuk. Egyőre nem mutatok nektek belőle semmit, de kaptunk mi is egy csomó anyagot, meg rögzíthettünk, meg ilyenek, úgyhogy mindenképpen lesz belőle videó jövő héten, ilyen kicsit belemenősebb, ahogy nem tudom, megismerkedünk mind nagyjából az új mechanikákkal, meg ilyesmikkel. Én bevallom őszintén, hogy nem vagyok egy nagy Total War rajongó, de ezzel most a Three Kingdoms-al most már sokat gyára találkozom, és már az E3-on is kifejezetten bejött, hogy lehet, hogy ez lesz az, ami engem is beránt így a Total War világába.
úgyhogy ez most csak egy ilyen rövid travel vlog-szerű dolog volt. Szerettem volna mutatni a játékból is, nyilván gameplayt, de az egyelőre várat magára, hogy egyelő esélyekkel induljon mindenki, és mindenki egyszer reprezentálhassa majd a gameplayt, úgyhogy a jövő héten figyeljétek ezt, illetve hogyha nem akartok lemaradni a legfontosabb dolgokról, meg ilyesmikről, akkor a YouTube-unk mellett az Instánkat is érdemes követni, mert hogy ilyenkor mindig posztolunk oda is fontosokat, meg vicceseket, meg izgalmasokat, úgyhogy csekkoljátok majd azt is, ott van a leírásban a linkje. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!